A báli szezon nyitányaként 9. alkalommal rendezte meg jótékonysági estét városunk önkormányzata. Székesfehérvár legjelentősebb karitatív eseményének bevételéből ebben az esztendőben a jótékonysági borárverésen, az adventi jótékonysági futáson és a támogatók felajánlásából összegyűlt pénzösszeggel a Fehérvár Travel közhasznú alapítványt, a rászorulókért és a Szent Kristóf házat segítik. Elkezdődött az év, és hogyha Fehérváron elkezdődik az év, akkor ilyen hagyományos rendezvény egyikén a Fehérvár estéjén vagyunk, annak az elején, hiszen egy óra múlva kezdődik idén is az estély. Egy nagyon szép közösségi társadalmi társasági esemény a Székesfehérvárnak, ami mindig alkalmat ad arra, hogy azokon keresztül, azon a több mint 100 emberen keresztül, aki ma ide este eljön, minden fehérvári polgárnak békés, boldog új esztendőt kívánjunk. Együtt a társasági esemény találkozási pont, ahol az emberek összejönnek egy gyönyörű környezetben, mellette pedig mindig van jótékonysági cél és támogatás is, ami már elkezdődik az adventi időszakban, hiszen az adventi jótékonysági futáson is, akik ott elindulnak, mondjuk úgy, hogy a rajtjegyet megvásárolják, azok támogatják ezt a nemes célt, és azok pedig különösen, akik ide az estére eljönnek, hiszen a jegybevétel zöme már a támogatott célokra megy, a kedvezményezettek számára, és itt is van lehetőség akár szponzoroknak támogatói jegyet vásárolni, vagy pedig a borárverésen részt venni. Azt hiszem, hogy nagyon szép célokat tudunk évente meghatározni. Idén is így van ez. A Szent Kristóf házat, illetve egy autizmussal élők számára egy napi, napközi otthon kialakítását tudtuk célul kitűzni. Azt hiszem, hogy ezek nagyon nemes és szép célok. Nagyon szép szolgálat, aki ebben segítséget tud nyújtani, és örülök, hogy idén is nagyon sokan ezt megtették, vagy a jegyvásárlással, vagy támogatással, vagy ha nem is tudtak eljönni, akkor is vásároltak, vagy biztosítottak támogatást ehhez a célhoz, és ezt külön szeretném Miklós Erika művésznőnek megköszönni, akivel az elejétől kezdve ezt a mozgalmat elindítottuk. Ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy mozgalom, kell az ő hitelessége és sokak támogatása. A jótékonysági estély háziasszonya az ötletgazda Miklósa Erika volt. A Kossuth-díjas operaénekes visszatekintett az első karitatív székesfehérvári estére, és örömét fejezte ki, hogy a társasági esemény színvonala évről évre nő, amit mi sem mutat jobban, mint a résztvevők népes tábora. Ez a 9-es szám, ez sok mindent elárul. Egyrészt egy nagyon erős spirituális szám, varázsszám, ez sok mindenre utalhat, tehát a jövőre vonatkozólag is, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy sikerült ezt a hagyományt megőrizni, és tovább is fogjuk vinni mindenféleképpen. Másik pedig az, hogy valóban ez a misszió, ez azzá alakult, hogy azok az emberek, akik ma is itt vannak, és most már tényleg 9 éve konkrétan minden évben itt ülnek az asztalnál, és erősítik ezt a missziót, megerősítették azt is, hogy mennyire fontos egy ilyen nagyvárosnak, hogy a jelentős, tehetős és fontos emberei megmutassák magukat, példát mutassanak, és hogy a társadalmi szerepvállalásban nagyon-nagyon erősen ott legyenek, mert szerintem ez alakítja és pozitívan alakíthatja egy városnak a szellemiségét is. Tehát mindenféleképpen én nagyon örülök ennek, és köszönöm a polgármester úrnak is, hogy ebben partnerem volt, és hogy ez a város is ott van, és hogy nagyon fontos a város számára az, hogy minden egyes olyan fogyatékossággal élő is előtérbe kerüljön, aki esetleg eddig háttérbe szorult, és most a körülmények között létezhetett. Szóval itt ennek a városnak nagyon fontosak ezek a témák, és fontos is lesz. A rendezvény vendégei ebben az esztendőben is színvonalas kulturális műsornak lehettek részesei. Miklós Erika ezúttal Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész nyerte meg az ügynek, akivel felejthetetlen pillanatokkal ajándékozta meg az est vendégeit. Oh,
Azt hiszem, hogy művésznek kötelességei is vannak, és például a jótékonykodás az egy ilyen szívből jövő kötelességnek kell, hogy legyen. Én minden olyan jó ügy mellé oda szoktam állni, ahol érzem azt a kollektív szellemiséget és azt az igaz tenni akarást, amely egy kicsit a jobbra, a szebbre, a másoknak a nélkülözését enyhítve tevékenykedik, úgyhogy örömmel mondtam igent Miklós Erikának, akivel fantasztikus együtt zenélni, illetve hát fantasztikus embernek is tartom, és ebből fakadóan azt hiszem, hogy a zene mint olyan a legszebb ajándék lehet egy ember számára, és a zene megnyithat olyan érzelmi vonulatokat, érzelmi gondolatokat, amelyek remélhetőleg ma este ezen a jótékonysági estéjén nagyon előre fogja mozgatni azt, hogy a fogyatékkal élőknek minél több adományt össze tudjunk szedni. Támogatott szervezetek nevében Ribi Péter a Fehérvár Travel ügyvezetője, Igari Antal a Fehérvár Travel közhasznú alapítvány a rászorulókért ügyvezetője, és Magyar László a Szent Kristóf ház intézményvezetője köszönték meg az adományt, amelyet szakmai programjaik megvalósítására használnak fel. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számunkra, hogy a polgármester úr minket választott ki ennek a rendezvénynek a kedvezményezettjének. Nyilván szokatlan is ez a helyzet, hiszen eddig többnyire mi adományoztunk, de természetesen ezt az adományt, amit az est bevételéből kapunk, azt kivétel nélkül mind jótékony célra fordítjuk, és hát nagyon jó érzés, hogy a városvezetői így gondoltak erre. Egy nagy öröm elsődlegesen, hogy tudunk segíteni. Öröm az, hogy ezt talán látják is, és most nem személy szerint ér rólam, hanem erről az alapítványról, hogy bár önmagában az alapítványnak nem azt mondom, hogy nincs szüksége a támogatásra, de hogy más is ezt értékeli. És hogyha ezt így értékeli, akkor mi ezt szeretnénk ugyanúgy még inkább továbbadni, és másoknak hát örömet szerezni. Ugyanakkor ezt hangsúlyoznom kell, hogy nem jöhetett volna létre, hogyha Péter nincs, Ribi Péter, aki egy jól menő vállalkozásnak a hasznát nem lenyeli, nem csak saját céljára, vagy a családja céljaira költi. Nyilván a felhasználja, amennyire azt tudja, de ezen kívül ő folyamatosan ezt az alapítványt úgy tudja ellátni anyagi támogatással, hogy ez folyamatosan tud működni. És nem kellett azon aggódnunk, hogy pályázatok, egyéb más támogatások nem valósulhatnak meg, mert nincsen pénz hozzá. Nyilván ezért is örülünk annak, hogyha most ezt egy picit még ki lehet egészíteni, és a legközelebbi pályázati értékelés során a kuratóriumülésen meg fogjuk hozni azt a döntést is, hogy ami majd innen jön, azt mire, milyen módon kívánjuk tovább folytatni. Vagy egyes pályázatoknak a támogatására, vagy a két nagy projekt, amivel folyamatosan megyünk. Az egyik a Szent Kristóf háznak a hátterét biztosító maga az épület felépítése, majd a szálláshelyeknek a biztosításával, amire újabbra is szükség van, abba fektetjük esetleg be. Vagy pedig az autista klub, ami most már szintén egy olyan jó másfél éve működik, hogy arra fordítjuk, vagy pedig egészen
hogy mondjam, különleges dolgokra, hogy egy olyan protézisre esetleg, amit eddig is támogattunk, amivel valaki legutóbb azzal köszönte meg a támogatást, hogy azóta teljessé vált az élete, és azóta gyermeke született, mert a lábát úgy tudja használni, mint a korábbi balesete előtt. Megtiszteltetés, hogy a város részéről, illetve most a támogatók részéről elér bennünket ez a felajánlás, vagy ez a támogatás. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az egész társadalom, mondjuk szűkebben Fehérvár közössége számára is, hogy minden ember megtalálja benne a helyét, és azt gondolom, hogy azok az emberek, akik egyébként különböző akadályozottsággal élnek, számukra is nagyon fontos, hogy érezzék azt, hogy hasznos és értelmes tagjai ők is ennek a közösségnek. Ez a botros haj, és látszol termet el. A lornyonnyán nézzen csak rám, és vizsgálja meg szép ruhám, hogy vélem bizonyára ne csapta szép vágya. Az esten a hagyományokhoz hűen, a vacsorát követően a neves borász Miklós Csabi irányításával jótékonysági borárverést is tartottak, amelynek bevétele idén is a két szervezet munkáját segíti. Nagyon büszkén mondhatom azt, hogy a fiatal magyar borászoknak van itt Magyarországon egy egyesülete, a Unibor Egyesület, és a jótékonyságot nagyon sajátjuknak érzik ezt a feladatot, és idén mi az egyesület vállaltuk ezt a feladatot, hogy összegyűjtjük a borokat és felajánljuk erre a rendezvényre, és a kedvezményezetnek, ha lehet, akkor minél több értéket ki fogunk hozni belőle a borárverés során. Ez a Unibor Egyesület, összesen lesz ma 21 tétel, ez azért több bor, tehát több palackbor, több kartonbor, viszont ebben jelen esetben 21 fiatal magyar borász érezte sajátjának azt a feladatot, hogy támogassa ezt a rendezvényt. Van-e olyan különlegesség, amire szívesen felhívnád a figyelmet? Hát nagyon nehéz feladat, mert nagyon sok gyönyörű tétel van. Úgy indul az árverés, hogy vannak ezek a könnyű, közepes testű fehérborok, vörösborok, viszont hogyha különlegességre kell felhívnom a figyelmet, akkor lesz Szekszárdról, a Heimann pincéből egy 2006-os, 7-es Barbár Magnum palacban, illetve egy 1937-es Tokai Aszú, ami ugye a vándorbor. A vacsora után borárverés kezdődött, a bál kezdetéig több millió forint gyűlt össze, amit a borárverés licitjei 6 millió 770 ezer forinttal egészítenek ki.